Ezen a több mint 60 méter hosszú akadálypályán mérhették össze tudásukat a cukorbeteg gyermekek és szüleik a második diabegzatlonon. A családias hangulatú eseményt a Győri Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület tartotta vasárnap Sokorópátkán. A rendezvény egyik fő célja az volt, hogy sportolási lehetőséget biztosítsanak a cukorbetegséggel élő gyermekeknek. Sajnos a gyerekek a betegségükből kifolyólag számtalan sportrendezvényen nem vehetnek részt, ezért kitaláltuk, hogy egy saját egzatlonpályát fogunk nekik szervezni, és akkor itt a sportolás által jó anyagcsere eredményeket tudnak elérni, hiszen a sport az jó hatással van a diabéteszükre. Az akadálypályát közel 200-an teljesítették. Délelőtt az egyéni versenyzők, míg délután a csapatok csaptak össze. Már belemelegedtek a játékba. Most indultok majd csapatba? Igen. Igen. Rábeszéltem, rávettem őket, hogy induljunk. És kipróbáltad már a pályát? Átmentél rajta párszor? Igen. Igen. És hogy tetszett? Melyik a legnehezebb része? Ott a legmagasabb felmászó. Nagyon jó és izgalmas. Szerintem tök egyedi feladatok vannak benne. Melyik volt a legnehezebb része? Hát a vége, mert nagyon elfáradsz. A pálya az nagyon jó, nagyon fárasztó. Hányadszorra mentél végig rajta? Másodszorra. Nem csak az akadálypályát lehetett teljesíteni, a gyermekek jogázhattak, kosárlabdázhattak, vagy épp a vízi játékokkal hűthették le magukat. A rendezvény egyébként jó apropót biztosított arra is, hogy a családok tapasztalatot cseréljenek a cukorbetegséggel kapcsolatban. Vannak olyan családok, akik egy-két hete kerültek ki a kórházból, vagy éppen idén lettek diabéteszesek, hiszen minden évben 20-25 új család van, aki bekerül ebbe a közösségbe, és vannak olyan családok, akik nagyon régóta a közösség tagjai, és van az a csoport, a kinőttek, akik pedig már felnőttek lettek, és példát tudnak mutatni, hogy azért van fény az alagút végén, nagyon sok tapasztalatot tudnak cserélni, hiszen azért problémás, hogy mit teszik meg a gyerek, hogyan esznek az iskolában, ki mit csomagol, hogy oldják meg az edzést, tehát ilyenkor nagyon sok információ cserél gazdát. A nap végén a legügyesebb gyermekeket és a csapatokat díjazták is.